Hare Krishna! Itt vagyunk a Rádhé Resortban, Nagy Krishna Völgyben, Somogy Vámoson, a Euro RGB gyűlésen. Itt van most összesen 26, lehet, hogy 28 bakta Európa minden országából, azért, hogy fontos témákat megtárgyaljanak a Krishna tudat terjesztésével kapcsolatosan, a szervezéssel kapcsolatosan, az utazó prédikátorokkal kapcsolatosan, kirtan standardekről beszélünk. Rengeteg téma van, ami fontos a bakták életében. Ezeket tárgyaljuk most itt, csodálatos környezetben, mindenki nagyon lelkes itt lenni, és reméljük, sokszor vissza is fognak hozzánk jönni még. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. My name is Prahlad Ananda Swami, and I'm the DVC for Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Poland, and Slovenia. Hare Krishna. Prahlad Ananda Swami vagyok, és ezeknek az országoknak vagyok a GBC-je. These meetings help bring the devotees together, leaders from around Europe, in order to exchange ideas how to advance the Krishna consciousness movement within Europe. And by advancing the Krishna consciousness movement, to create auspiciousness for all of Europe. Ez a gyűlés, ez nagyon fontos azért, hogy a bakták együtt tudjanak lenni, és tudjanak beszélni arról, hogy hogyan lehet fejleszteni az európai prédikálást, hogy mindenki számára jobb legyen Európa. I'm coming from Spain, although born in Germany. And we regularly meet in some place in Europe. Hare Krishna, Bhakti Gauravani Goswami vagyok. Spanyolországba jöttem, habár eredetileg Németországból származok. And meeting means to communicate. A gyűlések azért vannak, hogy kommunikáljunk. And sometimes in Spain we say, people who speak, they understand each other. És Spanyolországban azt mondjuk, hogy akik beszélnek egymással, azok megértik egymást. Because we can't really read our minds. Mert nem tudjuk olvasni egymás elméjét. And we may think, oh, he is like this, or he is thinking like that, and we are wrong. És gondolhatjuk, hogy hát hú, ő biztos így gondolkodik, vagy úgy gondolkodik, de rosszul gondoljuk. We come to wrong conclusions and then to wrong actions. És rossz végkövetkeztetés, és rossz cselekedet követi. So many problems and conflicts and misunderstandings just come from not communicating sufficiently. Sok probléma és félreértés az a kommunikáció hiányából ered. And especially for leaders who are trying to organize their preaching in different countries, it's important to communicate. És különböző prédikátoroknak, akik más-más országokból jönnek, azoknak fontos, hogy kommunikáljanak egymással. I'm very glad to communicate with you. Nagyon boldog vagyok, hogy tudtam veled is beszélni. Please visit here to see how it ideally you can really live in harmony with each other. So difficult nowadays. És kérlek, gyere ide és nézd meg, hogy hogyan lehet békében és harmóniában élni. So, thank you. Hare Krishna. Köszönöm szépen. Hare Krishna, I am Madhudina Sharana, disciple of Srila Prabhupada. I am GBC for Germany, Austria, Switzerland and Liechtenstein. And as a matter of duty, I have to come here two or three times a year to the Euro RGB meeting. And also I like to come here because for my eyes and my ears, just to see my god brothers or the other devotees, it is for me like honey for my heart and my soul. Gina Saranamatagyi vagyok, Németország, Liechtenstein, Ausztria és Svájc GBC-je, és évente háromszor jövök kötelességem szerint is ezekre a gyűlésekre. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezeken a gyűléseken, mert Isten testvéreimtől, Prabhupád tanítványaitól nagyon sok méz nektárcseppet tudok hallani. And as in the booklet Srila Prabhupada Founder Acharya, Prabhupada says bhakti means cooperation. Srila Prabhupada azt mondja, hogy a bhakti az
az együttműködés jelenti. What I see as my duty is to actually give the devotees the best opportunity to be happy in this movement. De az én kötelességem az az, hogy a lehető legjobb lehetőséget adjam meg a bakták számára, hogy boldogak legyenek ebben a mozgalomban. It's a difficult task and we are not always successful, but I personally made it to my personal commitment to do my very best to help all, especially the new generations in this movement. Ez egy nehéz munka, ezt megcsinálni, de személyes meggyőződésem és személyes misszióm az, hogy ezt megvalósítsuk, és ilyen módon segítsem ennek a mozgalomnak a baktáit. Because for me it is important to understand their needs and at the same time give them the opportunity to take up the duties of this movement so Srila Prabhupada's movement can continue over the next 10,000 years and more. Mert az én számomra fontos az, hogy megértsem a baktáknak az igényeit, és segítsem őket abban, hogy boldog életet tudjanak élni, mert ilyen módon fog tudni Srila Prabhupada mozgalma a következő 10,000 évben, vagy még tovább is folyni. So anybody who feels inspired by hearing this, please come up and help us. Without you, our service was for nothing. Hát bárki, aki most hallja ezt, vagy látja ezt, és szeretne ebben segíteni, kérlek gyertek, jelentkezzetek, nagyon nagy szükség van rátok. Hare Krishna, Srila Prabhupada.